This life ain't good enough. I would give to my world, lift you up. I can change my life to better suit your mood. You're so smooth. Well, it's just like the ocean. Gitár a kézben, a falon, a polcokon, mindenütt. Ez Zola. Minden erekének története van, és mindegyik fontos. Ezt a zenész társaimtól kaptam a 30. születésnapomra, ami pontosan nem mondom meg hány éve volt. Az ismert zenész nagyon fiatal volt, amikor először leült egy zongorához. A nagyapám, nagypapám volt az, aki mondjuk azt, hogy hatott rám ilyen szempontból, mert neki volt egy nagyon nagy zongorája még a régi házunkban, meg volt egy hegedűje is, és utólag derült az ki, hogy ő a nyilván a polgári munkája, szakmája mellett ő zenélgetett. Tehát hegedül, zongorázott, nem rosszul. És plusz még azt hiszem, hogy volt egy ilyen urbán legenda egy családban, hogy alapvetően még énekelgetett is. Úgyhogy azt mondták a szüleim, hogy nem is tőlük, de nagyapámtól örököltem valamit ebből a zeneiségből. És arra emlékszem még, hogy a régi nagy házunkban állt a zongora, és elkezdtem rajta prüntjögni. Hát ilyen 3-4-5 éves lehettem maximum. És akkor ment ez a piroska és a farkas etüd, ugye a mély hang a farkas, magas hang a piroska, és akkor azt úgy összeraktam magamban, hát nyilván egy kisgyerek hozzongorázik, nyilván sehogy, de az vicces volt. És én gondolom egyébként, hogy a családban apukám ért a zenéhez, de botfüle van, viszont mindig nem mondja, miből lesz sláger, érdekes dolog ez is. Anyukámnak sincs úgymond hallása, mindenkinek van egy zenei ízlése, de nyilván nem muzikálisak, tehát nem értenek a hangszerekhez. Úgyhogy nagyapámnak köszönhetem ezt a vénát, ha lehet ezt így fogalmazni. És a mai nap megvan a hegedűje még egyébként, amit féltve őrzünk. A zongora már sajnos nincsen, de a hegedű az még megvan. Aztán több hangszert is kipróbált, még dobolni is megtanult. Nem véletlen, hisz kifinomult zenei ízlése egészen kicsikorában megmutatkozott. 5-6 évesen ültem az autóban, és akkor hallgattam egy ilyen, Faragó Istvánnak volt egy gitár kazettája, és én azt hallgattam Orba szájba. Meg apának voltak ezek a régi lemezei. És hogy érdekes, hogy gyerekkoromban nem Kalákát hallgattam, meg nem Halász Juditot, meg nem Papritát, hanem én beat zenét hallgattam. Tehát én mondjuk kicsinek már Beatles-t hallgattam, aztán kamaszkoromban már Bruce Springsteen. Ez a rajongás pedig meg is maradt, külön polcot kapott a lakásban a világhírű zenész. Nem csak példakép, hanem igazi motiváció volt. Itt van az első olyan dal, amit próbáltam először gitáron lejátszani, úgy, hogy csak a basszus hangot próbáltam követni. Akkor nem volt még meg ez a könyv, az előtt egy évvel volt. Az első olyan dal volt a Dumb and Train Springsteen-től, amit megtanultam gitáron. Elég sok ilyenem van egyébként, ilyen kis magazinos dolog, illetve hát ami az egyik legfontosabb erekje számomra, az egy olyan Bruce Springsteen kotta könyv, kotta és szövegkönyv, amit Magyarországon nem tudom, lehet-e még kapni, szerintem már nem, én legalábbis még nem láttam. Ezt apukámtól kaptam a 98 karácsonya szerintem. Persze Zolát sokkal inkább az egyik zenecsatornáról ismerik. 5 évig volt műsorvezető, ekkor vált híressé, bár korábban meg sem fordult a fejében, hogy egyszer képernyős lehet. Mikor én elkezdtem karaokizni, akkor rájöttem arra, hogy ez baromira élvezem, ez baromira jó, nekem ez tetszik. És én soha büdös életben nem kezdtem volna a televíziót, de egy ismerősöm az egyik karaoke műsor alatt, egy szombat éjszaka volt, emlékszem is arra, ez Kőbányán történt. Oda jött hozzám, és azt mondta, hogy te figyelj, Zotyó, van itt egy ilyen casting, és hogy arra gondoltam, hogy neked ezt meg kéne próbálni, mert hogy ugyanazt kéne végül csinálni, mint itt szombat esténként szoktál csinálni, csak televízióban a képernyőn. És akkor mondtam, hogy hát, te hülye vagy, hát ez hogy. És akkor gondolkodtam, mondom, miért ne? Nézzük meg, hátha. A tévéműsor után rádiózott is, most pedig egy saját műsort készít egy másik csatornán. Most azt csinálhatom, amit mindig is szerettem volna, saját műsort. Tehát van egy saját gyerekem, egy csatornám, amiért én felelek, én rakom össze, egy szerkesztő barátommal, zenélhetek benne, olyan zenészeket látok vendégül, akiket én akarok, és akik szerintem méltóak arra, hogy be legyenek mutatva nagyobb közönségnek. Ezek nem gyorsan jó sikerek. Tehát én látom, hogy mi zajlik a saját szféránkban, és ebben a szakmában, és látom azt, hogy így jönnek és mennek el emberek, és nagyon gyorsan kapják meg azt, amit egyébként több évbe telne mondjuk felépíteni, vagy elérni. És ezt az ember sokkal többen megbecsüli. Ez olyan, mint a diákkorban a zseppénz. Vagy bocsánat, nem a zseppénz,
amikor az ember elmegy a suli mellett dolgozni, és azt a pénzt megbecsüli, mert azt ő kereste meg, azt a cipőt jobban fogja óvni, mert azt ő kereste meg, nem pedig a szüleitől kapta meg. Én azt gondolom, hogy ezek a fajta dolgok, ezek az egész életre kihatnak a következő 60 évünkre, és lehet, hogy emiatt sokkal jobb megbecsülni bizonyos dolgokat. Azért a műsorvezetés mellett mindvégig a zene volt a legfontosabb, több zenekart alapított most a Retro School Band frontembere. Néha kell az két perc, hogy átéld, amit eddig nem. Néha kell az a két perc, hogy elszállj, hogy ne törődj semmivel. Néha neked is kijut a jóból. Néha kell az a két perc újból. De gyakran egyedül és persze más stílusban szórakoztatja a közönséget. Az újpesti városnapokra is Zola akusztikaként érkezik. Szólóban lépek fel, akusztikus formációban, ami a gitáron is én vagyok, vagy vagyunk, és hát egy ilyen, nem is tudom, azt hiszem, hogy egy órás szettel készülök, a gitáron is én. Itt vagy? Itt van. Melyik gitár? Hú, azt nem tudom még, majd jól kiválasztom, melyik lesz. Szerintem ő most pont nincs itt, mert ezek itt full akusztikusak, mondjuk ez a retroakusztikus, de amelyik a fellépő gitárom, az most pont van csomagolva. Alszik pihen. Feljártam a holdon, láttam ezer csodát. Az élet egy apró pont volt, a messzeségből nézett rám a világ.